Tátácon szervezték meg a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Fehérvár megyei búza összeöntési ünnepségét. A 2010-ben indított jótékony kezdeményezést a 2013-as megalakulása óta bekapcsolódó Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vitte igazán sikerre, és a több mint 10 év alatt százszorosára növelte az első évben gyűjtött mennyiséget. A program szervezését, összefogását az elmúlt éveknek megfelelően a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ végzi. A kezdeményezés megbecsültségét jelzi, hogy a példaértékű nemzetegyesítő szolgálatáért a programot magyar örökségdíjjal tüntették ki. Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérvár megyei szervezetének elnöke az ünnepségen elmondta, a program a magyar gazdák lelkéből fakad, és azt üzeni, hogy a nemzet szolgálata, kiépítése és a nemzetegyesítés programjának támogatása közös utunk, felelősségünk. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program határokon átívelve, a diaszpóra magyarságát is megszólítva már a sokkal több volt, mint a 2010-es indulásakor. A program, mely egykoron a magyar gazdák lelkéből fakadt, először a búzagyűjtést tűzte zászlajára. Mára pedig lélekben egyesíti a magyarságot, és teremti meg a lehetőségét, hogy mindig jusson a magyar emberek asztalára magyar kenyér. Hamvas Béla gondolatait, híres mondatait olvashatják az autósok és a gyalogosok a szabadbattyáni római katolikus plébánia oldalában. A kerítés galéria az I-generációért egyesület ötlete alapján valósult meg. Pletcher Ádám elnök a megnyitón elmondta, Hamvas Béla a 20. századi magyar gondolkodás és irodalom egyik legkiemelkedőbb és máig megkerülhetetlen hatású alakja. Születésének 125. évfordulója tiszteletére számos kezdeményezés program valósult meg, még a tavalyi évben, amelynek folytatása a mostani kiállítás. A tárlat megnyitóján átadtak egy évelő kiskertet is, összesen 140 növényt ültettek el az önkéntesek. Egyebek mellett őszi zsájában, rózsaszín levendulában gyönyörködhetnek majd a szabadbattyánba érkezők. Arra gondoltunk, hogy Hamvas Béla gondolatai abszolút illenek, annyira örök, és annyira mindennapokban beleilleszkedik, és azt gondolom sokat adhat, hogy mi lenne, ha esetleg kiraknánk ide a katolikus plébánia kerítésére, és akkor az, ami eddig a raktárban összetekerve feküdt, az új életre kelhetne. A hangulat a tetőfokára hágott pénteken este a fesztiválon, kiváló hangulat, őrült ritmus, azaz egészen biztos, hogy a 2024-es Fezen is felejthetetlen élményt nyújt a látogatóknak, az eddigi tapasztalatok szerint. A résztvevők többsége hosszú évek óta látogatja a fesztivált. Rengeteg bulizni vágyót csalt ki a Fezen a harmadik napjára is, pénteken elszabadult a pokol, de természetesen csak a szó rokkos értelmében. Kiváló előadókkal, hazai sztárokkal találkozhattak a zenekedvelők ezúttal. Is. Mi szeretünk valamilyenféle zenét, ezt szeretjük együtt játszani, és a mi ízlésünk találkozik a közönség ízlésével szerintem. Meg én azt gondolom, hogy ennyi idő után is a zenekar meg tudta őrizni a hitelességét. Tehát, hogy igen, mi 42 éves fejjel is szeretünk színpadra menni és zenélni, és én azt gondolom, hogy ez le is jön rólunk. Boglárka napi lepketórára várták a kirándulni vágyókat szombaton reggel Maroshegyen. A szeles idő miatt, ha a pillangókat nem is nagyon láthatták, de a láprétek növény- és állatvilágát felfedezhették a résztvevők. A Boglárka napi lepketórát 10 éve rendezték meg először. Mint a Völgyhíd Természetvédelmi Alapítvány képviselőjétől megtudtuk, érdekesség a mozaikosság, amely a Borszéki utcai láprétekre jellemző. Mint mondja, három lépést teszünk és egy más környezetbe, hangulatba érkezünk. Ha körbe járjuk a helyet, olyan, mintha hatalmas területet bejártunk volna, pedig az összes csak néhány száz méter. A lösztyepi növényzet között sok pillangós virágú van, parányi virágok, amelyekhez ha közelebb megyünk, láthatjuk, hogy az akác és a borsó rokonai. Ezek a Maroshegy környéki sárréttel rokon láprétek azok a területek, amelyek ebben az aszályos időszakban is nagyon jó vízellátottsággal rendelkeznek. Nyilván nem tocsog, sajnos, de a talajvíz szint sokkal közelebb van a felszínhez, mint másutt, és ezáltal egy gyönyörű virágmező van most is, ahol, ami azért itt másfél hónapja nem esett eső, nem igazán általános. Tehát virágokat, jellegzetes lápréti és löszgyepi növényeket mindenféleképpen fogunk látni.
Három év után ismét Csángó estet szerveznek Székesfehérváron. Első alkalommal 2012-ben tartottak városunkban Csángó estet, akkor a velencei városi táborban nyaraló pusztinából érkező gyermekek és kísérőik mutatták be határon túli moldvai kultúrájukat. Az akkoriban itt táborozó gyermekek azóta felnőttek, s immár a pusztinai kakasok nevű zenekar formációjában térnek vissza Fehérvárra, kiegészülve énekesükkel, a szintén pusztinai származású Veres Mihelával, aki az idei esztendőben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneakadémián. Az esemény keretében a fellépők betekintést engednek kicsinyfalvuk mindennapi nehézségeibe, kultúrájába, népi hagyományaiba, táncaiba. A koncertet augusztus 7-én 18 órától tartják a Városháza dísztermében.